A világ takarék pénztárainak Milánóban rendezett nemzetközi konferenciáján Európa, Ázsia, Ausztrália 28 országának küldöttei döntöttek úgy 1924-ben, hogy október utolsó munkanapját a takarékosságnak szentelik. Köszöntöm a telefonvonal végén Horváth Magyari Vojcs Nórát, a KNTH Bank kommunikációs vezetőjét. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Ugyanis a KNTH Bank a takarékosság világnapjára egy összeállítással készült. Beszéljünk talán első körben arról, hogy mi is a célja ennek a napnak. A takarékosságról ugye elsősorban a pénzzel való takarékosság jut eszünkbe, és valóban, amikor a világ takarék pénztárai, ahogy ön is említette, 1924-ben Milánóban összegyűltek, akkor elsősorban a tudatos pénzügyekről, a pénz tudatos kezeléséről volt szó, de a mai világban azt hiszem ezt kitágíthatjuk tulajdonképp a fenntarthatóságra is. Ma már látjuk tisztán, hogy takarékosan kell bánnunk nem csak a pénzzel, hanem minden erőforrással, hisz a bolygónk élővilágáról van szó. Takarékosnak, tudatosnak kell lennünk a fogyasztásunk tekintetében, az energiafogyasztásunk, az élelmiszerfogyasztásunk, a ruházkodásunk tekintetében, hisz mindez visszahat arra, hogy a jövőben milyen körülmények között fogunk tudni élni, a gyermekeink és az unokáink milyen körülmények között fognak tudni élni. Talán ezek a gondolatok, amiket most felsorolt, ebben az időszakban még jobban felértékelődnek. Így van. Sajnos minden nap érezzük a saját pénztárcánkon és a saját bőrünkön ezeket a hatásokat. A saját pénztárcánkon, hisz ahogy érzékeljük, ugye egy nagyon elég erőteljes inflációs környezetben élünk, magyarra fordítva, hogy szoktuk mondani, ugye napról napra mennek fel az árak, 20,1%-os szeptemberi inflációs mutatót mértek itthon Magyarországon, és pont reggel olvastam, hogy az elemzői konszenzus októberre vonatkozóan sajnos ennél még magasabb, és év végére körülbelül 22%-os inflációt prognosztizálnak az elemzők, amelynek a mértéke majd csak 2023-ban fog csökkenni, vagyis az infláció növekedési üteme fog akkor csökkenni, tehát akkor is még kétszámjegyű inflációt várhatunk. De amikor a fenntarthatósággal kapcsolatos más erőforrásoknak a takarékoskodásáról beszélünk, azt is érezzük a bőrünkön, hisz ilyen forró nyárra még nem szembesültünk, se Magyarországon, se a világon. Ilyen nagyon kemény, aszályos szezonnal szintén nem szembesültünk. Tehát napról napra érezzük, hogy bizony, ha felelőtlenül gazdálkodunk akár a pénzünkkel, akár az erőforrásokkal, a természettel, akkor az egyszer csak visszahat a saját életünkre. Ugye a jövőre utalt, már mint a fenntarthatóság tekintetében és a takarékosság tekintetében, de azt hiszem, hogy most érzékelhető igazán az, hogy mit is jelent ez a fajta tudatosság, hiszen amellett, hogy a környezeti hatások is bizonyos dolgokat eredményeztek, és negatív hatásokat hoztak ugye az infláció területén a gazdaságban, és ugye ezt érezhetjük a bőrünkön a vásárlások során, emellett olyan világot megmozgató, megrendítő és befolyásoló tényező is kezdetét vette, amire nem számolhatunk, amivel nem számolhatunk. Itt ugye az ukrán-orosz háborúra gondolok. Tehát ilyen váratlan helyzetek gyakorlatilag pont erre való felkészülést jelent a takarékosság is. Váratlan helyzetekre, váratlan kiadásokra, akár hogyha családi szinten nézzük, de hogyha ország gazdaságát tekintve nézzük, akkor olyan háborús helyzetekre, mint ami a szomszédunkban is zajlik. Természetesen önnek teljesen igaza van, ez az úgynevezett vésztartalék képzés, tehát amikor a mi hatáskörünkön kívül levő dolog romlik el, fogalmazzunk így, lett legyen az egy háztartási gép, vagy egy konfliktus a világban, ami
a globális gazdaság révén visszahat ránk. Igen, ezekre a helyzetekre előre érdemes felkészülni, érdemes a pénzügyeinkben is egy vésztartalékot képezni, vagy akár ennél még tudatosabban készülni azokra az évekre, amikor várhatóan az aktív jövedelmünk, tehát a bevételünk csökkenni fog, vagyis a nyugdíjas éveinkre. Ezért is van az, hogy már a fiatalok körében is mi propagáljuk, javasoljuk nekik a nyugdíjbiztosítás, nyugdíj előtakarékosság különböző formáit, amit máskülönben ugye az állami szorgalmaz, hisz ehhez adókedvezmény is társul. Igen, tudatosnak kell lennünk, nem csak abban, hogy ma mit fogyasztunk, és lehetőség szerint itt próbáljuk meg csökkenteni az igényeinket, ne pazaroljunk, ha már megvásároltunk valamit, akkor a teljes egészében fogyasztuk el, ne dobjuk ki félhasználtan, vagy ugye, ahogy szoktuk mondani, félig megrágottan. Hogyha vásárlásra van szükség, bizony gondoljuk végig, hogy tényleg feltétlenül vadonatújat érdemes-e vennünk és kell-e vennünk, vagy esetleg van olyan, amit használtan is meg lehet vásárolni. Csak hogy mondjak egy személyes példát, hogyha szabad és megengedi, én például a férjemmel elhatároztam, hogy ebben az évben nem vásárolok új ruhát, csak használt ruhát, hisz az, ami másnak már nem kell, mert adott esetben kifogyta, kihízta, az attól még egy nagyon jól használható és divatos ruhadarab tud lenni, amit én örömmel viselek. Tehát ebben is lehet gondolkodni, de háztartási dolgokban is hányszor van az, hogy felújítjuk a lakást, és megmarad két doboz csempe. Még lehet, hogy egy másik családnak éppen, hogy csak arra a két doboz csempére van szüksége, hogy egy kisebb helységet burkoljon. Tehát nem biztos, hogy mindig a boltba kell szaladni a vadonatújat megvásárolni, lehet, hogy maradékot vagy használtat is lehet használni. És hát a pénzünknél is nagyon fontos, hogy félretegyünk a jövedelmünkből, a bevételeinkből, készüljünk akár egy hirtelen helyzetre, akár pedig azokra az évekre, amikor valószínűsíthetően az aktív bevételünk csökken. Utalt ugye arra, hogy nem mindig kell új dolgot vásárolni, gondoljuk végig, hogy éppen az, amire szükségünk van adott helyzetben, azt lehet, hogy meg tudjuk venni használtan, vagy pedig mi is figyeljünk arra, hogyha valami megmarad, vagy valamit nem használunk nap, mint nap, akkor azt tegyük akár olyan platformokra, ahol lehet válogatni közülük. Éppen ezért talán szerintem nagyon fontos, vagy nagyon nagy lehetőséget jelent az a fajta digitális hálózatrendszer, ami most már átszövi az életünket, és amiről sokszor beszélgetünk negatívan, mert azért hoz magával rengeteg álinformációt, és rengeteg, hogy is mondjam, olyan felületet, amin keresztül becsaphatnak minket, viszont pont a pozitívumai közé sorolnám azt, hogy ez a fajta lehetőség, ami itt áll előttünk, hogy tényleg különböző applikációk, akár használt ruhák, akár megunt tárgyak, akár tényleg minden, ami otthon számunkra használhatatlanná válik, ezeken a platformokon meg tudják akár hallgatóink is osztani másokkal, és el tudják adni akár bizonyos összegért, de hogyha már a takarékosságról is beszélgettünk, tehát a pénzfélretételről is beszélgettünk, etéren is szeretném a segítségét kérni, főként talán abból a szempontból, hogy itt szóba kerültek a fiatalok, és a fiatalok tudatos nevelése, edukációja, akár a nyugdíj tekintetében is, de téren is nagyon fontos, hogy megtanulják azt, hogy mit is jelent a takarékoskodás, mit is jelent azt, hogy bizonyos összegeket hogyan tudok átcsoportosítani és félretenni. Miként tudnak a fiatalokhoz eljutni ezekkel az üzenetekkel? Így van, önnek teljesen igaza van, hogyha megtakarítunk, ugye ennek két fő formáját szoktuk mondani, vagy az igazán tudatosak, akik amikor megjön a jövedelmük, akkor rögtön annak egy bizonyos részét félreteszik, és elkülönítetten kezelik, vagy van a másik típusú, picit kevésbé tudatos lakossági réteg, aki a hónap végén megnézi, hogy a havi jövedelméből mennyi maradt, és abból tesz félre.
mi mindenképp az elsőt javasolnánk, és fontosnak tartjuk, hogy amellett, hogy ugye nagyon népszerűen a perselyjel szokták és a malacperselyjel szokták szimbolizálni a takarékoskodást és a megtakarítást, mi nem javasoljuk, hogy malacperselyben tartsuk a pénzünket, több okból kifolyólag is, de főként azért, mert ott nem kamatozik az a pénz. Tehát sokkal inkább javasoljuk azt, hogy akár egy megtakarítási számlán, vagy befektetési, vagy más befektetési számlán, vagy más megtakarítási befektetési formában kialtassuk azt a pénzt, hisz az egyszerűen készpénzként tartott összeg sajnos, pont az ilyen inflációs időkben, folyamatosan veszít az értékéből. Természetesen körültekintően kell eljárni, hogy mekkora kockázatot tudunk vállalni egy-egy befektetésnél vagy megtakarításnál, de hát ezért vannak a különböző pénzintézetek, hogy tanácsokat adjanak a megtakarítóknak és a befektetőknek. De ahogy ön is említette, a tudatossághoz tartozik az is, hogy bizony a megtakarítás az lehet, hogy valamire való takarékoskodásban testesül meg, amikor szeretnénk egy nagyobb tárgyat megvásárolni, vagy szükségünk van egy nagyobb tárgyra, vagy akár egy élményt szeretnénk megvásárolni, de nincs elegendő készpénzünk jelen pillanatban. Ugye akkor érdemes egy időn keresztül takarékoskodni, és ez a gyerekeknél nagyon jellemző, és érdemes is a szülőknek arra figyelni, hogy például egy karácsonyi vagy születésnapi vágyálom, egy játékkonzol, egy új elektromos kerékpár vagy roller, amit a gyermek szeretne, ott leüljünk a gyerekkel és megbeszéljük, hogy hogy is lesz ez. Ne? Tehát, hogy mi, mint szülő, mennyit tudunk kontributálni karácsonyra, mennyit tudunk adni születésnapra, a gyermek a zsebpénzéből mennyit tud erre félretenni, szeretne félretenni, illetve milyen más idézőjelben pénzkereseti formái vannak a gyermeknek, hogy elmegy bevásárolni a szomszédnéninek is, mi ezt kompenzáljuk neki, illetve hát bátorítjuk anyagilag is, hogy ilyen önkéntes munkát végezzen, vagy leviszi a szemetet, vagy stb. Tehát házi munkát végez. És így ő maga is érzi, megdolgozik azért a plusz tárgyért, idézőjelbe téve, maga is érzi, hogy bizony ez nem csak úgy lesz, és az égből pottyan, és a pénz az nem a falból jön ki, ugye a készpénzkiadó automatán keresztül, hanem amögött tudatos gondolkodás, adott esetben kis lemondás, vagy pedig munka áll. Mi a K&H részéről több mint 10 évvel ezelőtt indítottunk útjára egy pénzügyi ismeretterjesztő tanfolyamot, hogyha lehet így mondani, illetve ami ennek sokkal érdekesebb és izgalmasabb része, egy pénzügyi vetélkedőt, a K&H Vigyázkész Pénz név alatt. Itt 3 és 5 fős csapatokban tudnak az általános, illetve a középiskolába járó gyerekek felkészülni és versenyezni az egész ország területéről, hogy ki is az, aki jobban elsajátította már az alapvető pénzügyi ismereteket, fogalmakat, és ki az, aki tud ezekkel gondolkodni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy nem mini bankárokat szeretnénk mi itt képezni, hanem a mindennapi élethez szükséges a családi költségvetés és a családi háztartás pénzügyi fenntarthatóságához szükséges ismereteket szeretnénk megosztani, és szeretnénk, hogyha a gyerekek elsajátítanák. Évente körülbelül egy 9-10 ezer gyerek vesz részt ezen a versenyen, és hát nagyon hálásak vagyunk azoknak a tanároknak, akik segítenek a gyerekek felkészülésében, mert hát tudjuk nagyon jól, hogy nem könnyű az iskolai kurikulumot ugye a gyermekekkel elvégeztetni, és ezek a tanárok, ezek a tanárnénik és tanárbácsik, illetve pedagógusok, ők erejükön felül szakkör formájában foglalkoznak ezzel, és nagyon hálásak vagyunk nekik. Azt hiszem azért is teszik, mert ők is érzik, hogy mekkora szükség van erre,
és biztos vagyok benne, hogy azok a gyerekek, akik az elmúlt 10 évben részt vettek ezen a vetélkedőn, ők már egy picit más szemmel látják akár a mai gazdasági helyzetet, és azt az inflációs környezetet, amiben élünk, és szeretnék bízni benne, hogy felkészültebben is érte őket ez a helyzet, hisz azok, akik 10 évvel ezelőtt általános iskola felső tagozatként vettek részt a versenyen, hát hogyha egy kicsit utána számolunk, ők már bizony fiatal felnőttek. Én azt javaslom egyébként, hogy nem csak a gyerekek, hanem akár a családok, a szülők gyerekekkel együtt, sőt felnőttek is ellátogathatnak a www.kh-vigyázkészpénz.hu weboldalra, hiszen szerintem sok olyan hasznos információval találkozhatunk, már csak olvasgatva, tanulmányozva ezt az oldalt, amit a mindennapi életben is el tudunk sajátítani, és gyakorlatként legyökeresztetni gyakorlatilag, tehát, hogy tényleg nagyon fontos, hogy ezekre figyeljünk, és most is hallhattunk jó néhány tanácsot arra vonatkozólag, hogy miként tudunk tudatosak lenni, akár pénzügyileg, akár a környezetünk védelme szempontjából, amely a jövőt is érinti, de már a jelenben is érzékelhetővé válik. Én nagyon szépen köszönöm ezeket a jó tanácsokat. Horváth Magyari Vojcs Nóra, a K&H Bank kommunikációs igazgatója volt itt velünk, kommunikációs vezetője, és nagyon szépen köszönöm önnek, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, ha megenged egy utolsó záró mondatot, szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ha a tudás megszerzésen kívül szeretnék összemérni a tudásokat a gyerekek másokkal, akkor a K&H Vigyázkészpénz pénzügyi vetélkedőre ebben a fordulóban, ebben a tanévben 2023. január 13-áig lehet jelentkezni. Bátorítok rá mindenkit, és jó versenyzést kívánok!